Október 30-án Debrecenben a Tiszántúli Református Egyházkerület ünnepségén vette át a pedagógiai díjat a Bán Zsigmond Református óvoda vezetője, Fegyvernekiné Varga Erzsébet. Az óvoda vezetőt gyermekkori emlékeiről, óvópedagógusi munkájáról és az intézmény működéséről kérdeztük. Szeretettel gratulálunk ahhoz a kitüntetéshez, amit nem régen vehetett át a Tiszántúli Református Egyházkerülettől. És ha már reformátusokról beszélünk, akkor engedje meg, hogy a gyerekkoráról kérdezzem. A családból hozta feltehetően a hitet és Isten iránti elkötelezettséget, hogyan emlékszik erre vissza? Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a Phoenix TV nézőit, és köszönöm szépen a gratulációt, köszönöm azoknak a kedves tiszafüredieknek is, akik a Facebook oldalon megemlékeztek velem együtt, örültek és gratuláltak nekem. Igazán megható volt, hogy ennyien jeleztétek, hogy örültök velem együtt. Igen, tiszafüredi vagyok, tőzsgyökeres református családból származom, édesapám, édesanyám is hívő reformátusok, édesanyámtól tanultam imádkozni, vele együtt éltem meg hitemet nagyon sokáig, és utána csatlakoztam a református gyülekezethez, és ott is élem a hitemet. Élő hitű vagyok, hiszek Istenben, hiszem, hogy lát bennünket, segíti a munkámat, és nem csak hiszem, hanem érzem is az alatt, a 17 év alatt, különösen mióta ebben az intézményben dolgozom. Sajnos nem ismerem pontosan vagy részletesen a református családok mindennapjait, de a mindennapokban hogy van jelen a református hit? Mi az, ami visszatérően Istenhez való fordulást jelenti? Tehát esti ima, reggeli köszöntések? Igen, a mi életünkben, a családunk életében jelen volt. Reggel, mikor felkeltünk, édesanyám mindig homlokon puszilt, és akkor mondta, hogy imádkozzunk, kislányom, hogy minden nagyon jó legyen, hogy segítsen az Isten az iskolában, hogy tudjál tanulni. Az én édesanyám nem tanult ember volt, de nagyon szerette volna, hogyha én is és a testvérem is tanulunk, és minél több tudásra teszünk szert, és megtaláljuk a boldogságunkat, a helyünket az életben. Jóra nevelt mind a kettőnket, én azt gondolom, és az ima hatása is ott lehetett, hiszen én is nem teherként éltem meg a 42 évet a pályámon, hanem boldogságként, örömként szolgáltam a családokat, a gyerekeket. Remélem, hogy sok örömet szereztem nekik ezek alatt az idők alatt, és a családunkban tovább folytatódott az étkezés előtt téma, különösen akkor, amikor nyugalmas vasárnap volt, ünnepnapok voltak, akkor együtt étkeztünk, együtt vacsoráztunk, akkor összetettük a kezünket, és imádkoztunk, édesanyám és édesapám is. Ha valami örömért bennünket, akkor hálát adtunk érte, ha bánat ért a családunkba, akkor pedig azért imádkoztunk, hogy ez a bánat oldódjon fel, oldódjon meg a probléma. És én azt gondolom, hogy egy nagyon boldog család voltunk, arra neveltek a szüleink bennünket, hogy higgyünk, hogy kitartóak legyünk, hogy szorgalmasak, és dolgozzunk. Ezek szerint már több évtizede tagja ennek a tiszafüredi református egyházközségnek. Hogyan változott meg maga a gyülekezet? Természetesen nem kötelessége ezt nyomon követni, de hogy érzi, hogy gyarapodott a közösség tagjainak a száma, változtak-e a szokások? Azt tudom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, ami lehet, hogy régen nem volt, de most igyekeznek összetartani ezt a gyülekezetet, vagy ezt a kis gyülekezetet. Igen, amíg én általános iskolás voltam, gimnazista voltam, természetesen kevesebbet jártam a gyülekezetbe, szinte csak ünnepnapokon. Ez azért is adódott így, mert én nem is Tiszafüreden érettségiztem, hanem Tiszaföldvárra jártam, ott végeztem a Hajnóczi József szakközépiskolában, a Hunői szakközépiskolában, kevés időt töltöttem itthon, ott még akkor elég nagy szigorúság volt, egy hónapban egyszer jöhettünk haza, és azt az időt általában a családomnak szántam, a családomra szántam.
Azután, miután bekapcsolódtam a gyülekezet életébe, zártabb volt sokkal a közösség. Egészen mélyen bekapcsolódtam, amikor idejöttem dolgozni ebbe az intézménybe, a Bán Zsigmond református óvodába, még akkor is sokkal zártabb volt a közösség. Szépen lassan, és különösen mióta Szabó Konrád Sándor lelkész úr van, nagyon sokat nyitottunk. Különösen sok-sok rendezvényt rendez nagy tiszteletű úr. Szeretettel vár mindenkit, szeretettel fordul mindenkihez. Ez úgy gondolom vonzó mindenki számára, hiszen egy megértő, kedves lelkés család vonza az embereket, akik példát mutatnak a magánéletükbe, példát mutatnak a mindennapi életükbe, és sokkal nyitottabb lett, sokkal több fiatal részt vesz a gyülekezet életébe. Hát példa volt rá most a konfirmáció, hiszen aki követte a Phoenix TV-t, illetve a Facebook képeket, láthatta, hogy 45-en konfirmáltak. Igen, nagyon nagy számban. Előtte pedig közös keresztelő volt, ahol gyerek, szülő együtt keresztelkedett. Nem voltak megkeresztelve, de megérett rá a szívük, hogy Isten gyermekei szeretnének lenni, és ez nagy örömmel, boldogsággal tölt el bennünket. Egy kicsit úgy gondolom, hogy a mi munkánk is benne van, az itt dolgozó pedagógusok munkája. Most akkor beszéljünk arról a munkáról, ami az ön élete tulajdonképpen, a református óvodáról. Mikor került ide, melyik évben? 2004 évében kerültem ide, szeptember 1-jével. A Bajcsi úti óvodából jöttem át ide dolgozni, Osbát János igazgató úr hívására. Egy csoport volt akkor, amikor nyáron átkerültem ide az óvodába, szeptembertől már két csoporttal kezdtük az évet, és folyamatosan, sok-sok örömmel, boldogsággal, sok-sok kedves emlékkel dolgoztam végig azt a 17 évet, ahol most tartok, 18. éve már most, hogy itt vagyok, igen. 2004-re hogyan emlékszik vissza? Gondolom egészen mások, talán egyszerűbbek voltak a körülmények, de egy kis nosztalgia biztosan van a kezdeti időkről is. Igen, nagyon szívesen fogadtak, nagyon kedvesen a kollégák is, illetve az idejáró szülők is, meg a gyermekek is. Hát sokkal szegényebbek voltunk tárgyi eszközökben, el kell, hogy mondjam. Voltak szép csoportszobai berendezések, amik azóta már elhasználódtak, és folyamatosan cseréljük, de például az udvar az kimondottan egy elhanyagolt udvar volt. Nyáron nem nagyon jártak a gyerekek, most már azért látszik, hogy nyitottabbak vagyunk, sokkal többen jönnek nyáron is, hiszen az udvar is gazdag játék lehetőséget, levegőzést ad. Rengeteg játékeszközt vásároltunk folyamatosan. Bővítettük. Ahogy a gyermek létszám bővült, úgy szépültünk, bővültünk, változtunk. Ez az óvoda egy szolgálati lakásból lett kialakítva. Tehát adottak a helyiségek, adottak voltak az ajtók, és nekünk mindig olyan szemmel kellett járni, hogy hogyan tudjuk korszerűsíteni, hogyan tudunk még hozzáépíteni, vagy hogyan tudjuk átalakítani. Talán nem is volt még olyan év, mióta itt dolgozom, 2004 óta, hogy valamit ne változtassunk nyáron, valamit ne építsünk hozzá. Folyamatos munka volt, folyamatos. Az én emlékeimben is így van, hogy egy olyan 10-12 éve az, amikor nagyon-nagyon látványosan bővült, szépült, megújult maga a teljes intézmény, az udvarral együtt, a díszudvarral együtt, amit nagyon-nagyon jó ötletnek tartok. A fejlesztésekhez természetesen forrásra is szükség van, és én úgy tudom, és ami számomra nagy meglepetés volt, hogy magának az intézménynek a fenntartója az a helyi egyházközség. Így van. Tehát nem egy nagyobb egyházi szervezethez tartoznak, hanem a helyi egyházközséghez. Így van. Hogyan megy ilyenkor, Erzsike, az óvodának a finanszírozása például? Természetesen mi is kapunk támogatást.
Már most nem azt mondom, hogy normatív támogatást, hiszen nem így történik az intézmények finanszírozása, támogatása, illetve kapunk a református nagy egyháztól is támogatást. Nagyon jól kell gazdálkodni. Ezt a jelenlegi fenntartó is, Szabó Konrád Sándor is nagyon jól csinálta, de Ozsvát János igazgató úr volt az, aki igazán kézben tartotta a költségvetést, kezdettől fogva, és én azt láttam, hogy ő nagyon jól tudott gazdálkodni. Rendkívül jól tudta beosztani a pénzt, ezt kérte tőlünk is, és én is ezt tanultam tőle, hogy ahol csak lehet, meg kell fogni, de mindent meg kell teremteni ahhoz, hogy meglegyen a gyermekeknek a fejlesztési eszköz, a balesetvédelem maximálisan megtörténjen, olyan komfortos óvodát alakítsunk ki, ahol jól érzik magukat a gyerekek, folyamatosan dolgozhatunk velük, ne legyen várakozási idő, és sok-sok fejlesztő eszköz legyen. És ez a törekvés, ez meg is látszik szerintem az intézményen, hiszen úgy gazdálkodott, hogy mindenre jusson. Önnek személy szerint mennyire van lehetősége beleszólni a költségvetésbe? Tehát persze természetesen vannak kötelező kiadások, de mondjuk azt mondja igazgató úr, vagy a lelkész elnök úr, hogy itt van most 300 000 forint, és akkor Erzsike megmondhatja, hogy na most ezt erre költsük, mert éppen erre van szükség. Igen, igen. Például természetesen, ahol ennyi gyerek van, ott a játékok időről időre tönkre mennek, hiszen használjuk, azért vannak, és pótolni kell. Mindig kaptam, és most is kapok, már most más az igazgató, ugye, Takácsné Paksi Mária, már megbeszéltük egy bizonyos költséget, amit elkölthetünk az óvoda fejlesztésére, a játékeszközöknek a felújítására. Megmondják, hogy ennyi pénz van rá, és nem én döntöm el, az nem lenne jó, hanem szétosztjuk egyelően, hiszen minden kolléganő nagyon sokat dolgozik, nagyot tesz. Csoportonként? És csoportonként minden óvónéni látja, hogy mire van szüksége a csoportjának, mit szeretne újítani, felújítani, és az ő felelősségük, természetesen velem együtt megbeszélve, én pedig az intézményvezetővel megbeszélve költjük el a pénzt. A pénzen kívül beszéljünk egy érdekesebb dologról, ez pedig az óvoda működése. Igen. Hogy kell megszervezni egy református óvoda működését? A legfontosabb az, hogy elhivatott kolléganőim legyenek. Elhivatottak az óvónői munka iránt, és nagyon boldog vagyok, és elmondhatom, hogy minden kolléganőm az, és minden nap látom, hogy mindent megtesznek az idejáró családokért, gyermekekért. Látom, hogy lelkesen dolgoznak, hogy tudom őket vinni, és nem azt mondják, ha valami új ötlet van, hogy jaj, nem akarom csinálni, hanem még tesznek ötletekben hozzá, még dolgoznak. Rengeteg eszközünk van, de saját készítésű is van minden csoportban. Ez azt bizonyítja, hogy még otthon is sokat foglalkoznak az óvodai munkák. Ugyanígy elmondhatom a munkánkat segítő Dajka nénikről, hogy a falatot a szájukból odaadnák a gyerekeknek. Most ez közhelyes lehet, de valóban ezt érzem, amikor látom, hogy hogyan bánnak velük, hogyan öltöztetik őket, megsimogatják, vigasztalják velünk együtt őket, ha szomorúak, ha esetleg befogadás van és sírdogálnak. Ilyen emberekkel lehet dolgozni, és jól lehet dolgozni, azt gondolom. Az is nagyon-nagyon fontos, hogy éljék meg a hitüket ők is, hogy fogadják el, akár katolikusok, akár reformátusok, fogadják el az itt élő hitet, a református hitet, és tudják továbbadni lelkiekben és személyes példájukon is a gyermekeknek. És ezt meg is tudják tenni. Így aztán egy meleg, összefogott közösség között élek most, és nagyon jó velük dolgozni, így tudunk napról napra egyre többet adni a gyerekeknek, egyre többet foglalkozni velük, minden programot megvalósítani, még úgy is, hogy most ez a csúnya járványos időszak van, amit élünk.
Szeretném azt tudni, hogy egy református óvodának a napi rendje, a mindennapjai mennyiben térnek el mondjuk egy önkormányzati óvodáitól? Jelentősen eltérnek. Teljesen más szokásrendszerünk van, mint az önkormányzati intézményeknél, és a következő napi rendek vannak. Reggel 9 óráig van gyülekezési idő, addig szabadjáték van, kezdeményezések vannak. 9 órakor leülünk a kis szőnyegünkre, és csendes perceket tartunk. Hálát adunk a Jóistennek azért, hogy megérkeztünk, itt vagyunk az óvodába, egészségesek vagyunk, hogy együtt vagyunk. Kérjük a Jóistenünket, hogy gyógyítsa meg a betegeinket, engedje, hogy óvodába járhassanak, és még sok-sok mindenről szó esik, ami a szeretet, a figyelem, erkölcsi, jó, pozitív magatartást sugárzó témákról. Ez nem imádság akkor, hanem inkább beszélgetés? Imádság is van, és beszélgetés is van. És a gyerekek önállóan is imádkoznak, különösen a nagycsoportosok már tudnak. Az őket foglalkoztató kérdéseket mondják el a Jóistennek összetett kézzel, és akkor utána én próbálom ezt oldani, megoldani, megbeszélni velük, hogyha olyan téma jön elő, ami érzékenyen érinti őket, vagy befolyásolja az érzelmeiket, a magatartásukat. Egy dolog, ami nagyon fontos, hogy mindig a Jóisten szerető és probléma megoldó oldalát emeljük ki. Soha sem fenyegetünk, soha sem a direkt módon nem nevelünk a Jóistennel. Tehát mindig csak a szerető szívét, a gyerekeknek megnyugtató oldalát emeljük ki, hiszen ők még kicsi gyerekek. Ebédelésnél mennyire kerül elő? Együtt ülünk le 10 óra ézni, ebédelni. Nálunk nincs folyamatos 10 órai, hiszen az a szokásrendszer a református vallásnál, hogy hálát adunk a Jóistennek az ételért, és megköszönjük az étkezés végén, hogy jól lakhattunk, hogy ehettünk, és folytatjuk a napi tevékenységeket. Hetente egy alkalommal van hitéleti nevelés, ami általában arról szól, hogy a gyermekek a bibliai történeteket nekik megfelelő nyelvezeten hallják. És kis gyermekénekeket tanítunk a gyerekekkel, kötött imádságokat. Maradjunk még a hitnél és a hit gyakorlásánál. Milyen a kapcsolat önöknek a szülőkkel? Elmondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatunk van a szülőkkel, bármilyen problémát, örömöt minden nap meg tudunk velük beszélni. Nem is rohanunk, nem sietünk, a szülők is bizalommal fordulnak hozzánk, és ez nagy-nagy öröm szerintem. Részt vesznek az életünkbe, rendezvényeinken, ez szép dolog. Pont ezt a példát szerettem volna mondani, hogy nagyon igyekeznek azon, hogy a szülők minél többet legyenek itt az óvodában, és minél többet legyenek itt együtt a gyerekekkel. Erre számtalan példát tudnék én is mondani. Igen. Szeretjük, hogyha velünk együtt vannak, szeretjük, hogyha látják a munkánkat, szívesen vesszük a javaslataikat, és őket is, hogyha részt tudnak venni az életünkben. Biztosan órákig tudna még erről nekünk mesélni, hiszen tizenvalahány éve ez gyakorlatilag az élete. De hát lassan a beszélgetés végére érünk. Milyen tervekkel kezd hozzá a kitüntetés után a következő napokhoz, hetekhez? Hát nagyon-nagyon örültem. Ez a boldogság még mindig itt van a szívemben, és nagyon sokáig fogom őrizgetni, azt gondolom. Hálát adok azért, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, voltak, sajnos igazgatóról már csak azt tudom mondani, hogy voltak. Most meg kell, hogy egy kicsit emlékezzek, azt gondolom róla, hiszen 17 évig nagyon szoros, mondhatom, barátságban, munkatársi kapcsolatban voltunk, mindent megbeszéltünk, és hálát adok azért is, hogy most az intézményvezető, aki meg van bízva,
a Takácsné Paksi Máriával is ugyanígy tudok, úgy gondolom, tovább dolgozni, hogy meg tudunk beszélni mindent. A nyár folyamán lett 4 társunk még, óvodai társunk, a Tiszaigari, Tiszaderzsi, Tiszaszőlősi óvoda, és velük is nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Vannak közös programjaink, tervezett közös programjaink, hát ez nagyon nagy boldogság, hogy újra összetalálkoztunk, együtt tudunk dolgozni. Nagyon jó kolléganők ők is. Ezt a kapcsolatot próbáljuk majd szélesíteni és tovább építeni. Milyen jellegű programokról van itt szó, hiszen a napközben nem tudnak találkozni, mert mindenki végzi a saját munkáját. Így van, hát ez nem is napi kapcsolat lesz, csak esetleg az óvónénik között lesz napi kapcsolat, hiszen egymást támogatjuk különböző ötletekkel, különböző módszereket adunk át egymásnak, jó gyakorlatokat. Ez egy nagyszerű dolog, azt gondolom, a mai világban. A másik dolog pedig, hogy időnként azért a gyerekeket is találkoztatjuk, tehát elmegyünk egymás óvodájába, visszük a gyerekeket, és egymás programjain részt veszünk. Adott a lehetőség, hiszen az intézménynek van busza. Már Tiszaszőlősön voltunk a szüreti mulatságon, a mesetáron majd várnánk vissza most az óvodásokat, Tiszaszőlősről, Derzsről és Igarról is, és hát különböző rendezvényeken, és egy kicsit együtt vagyunk. Utána úgy is találkoznak a gyerekek az iskolában, amikor átmennek, és könnyebb lesz egy kicsit nekik szerintem az iskolai élethez, iskolai szokásokhoz alkalmazkodni, hogyha már egyszer-egyszer látták egymást, meg játszottak egy picit együtt. Még egy kérdés a közelmúlt egyik eseményéről. Az Erasmus programnak voltak a házigazdái. Hogy áll most ez a program? Lesznek-e még ilyen közös rendezvények, események? És egyáltalán hogyan értékelni ezt a programot? Ez a pályázat még nincs befejezve. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Nem csak országon belül, hanem országon kívül is külföldi óvodákkal kapcsolatot tartani. Az ő tudástárukat, az ő jó gyakorlataikat megismerni. 5 ország van ebbe a pályázatba. Nagyon jó volt, hogy itt voltak, nagy öröm volt. Tartották Lengyelországba személyes részvétel, a Törökországba, illetve Olaszországba sajnos nem mehettek, az online volt megtartva, és most hál' Istennek októberben el tudtak látogatni az országok képviselői hozzánk. Együtt tevékenykedtünk, jó gyakorlatokat mutattunk be mi is az ide látogató óvónéniknek, együtt dolgoztak velünk a gyerekekkel, voltunk együtt kirándulni a Tiszaigari Arborétumba. Ez az Erasmus pályázat ugyanis környezetvédelemről szól, és a mi témánk a vadon termő, de étkezésre alkalmas bogyók, gombák voltak. És ezeket figyeltük meg, ezekkel tevékenykedtünk, míg itt voltak, kísérleteztünk, ők angolul beszéltek, és nekünk is angol tolmácsunk volt, hiszen 1-2 óvónéni azért tudogat, de a többség nem ismeri az angol nyelvet, vagyis nem használja csak 1-2 szót. Annak ellenére, hogy itt az óvodában tanulják a gyerekek, és vannak angol foglalkozások. Nagyon, nagyon meleg program volt. A fogadástól kezdve a bemutatkozásig, a különböző foglalkozások, kirándulás volt együtt, megmutattuk tágabb, szűkebb környezetünket, úgyhogy öröm volt. Tanítottuk őket egy kicsit magyarul, magyar szokásokat mutattunk nekik. Tartottunk együtt egy tök jó napot, aminek a főszerepe az egészséges életmód volt. Hogyan ítéli meg, volt-e olyan óvodai gyakorlat, szokás, foglalkozás, ami teljesen ismeretlen volt nekik? És el is mondták. Akik ide látogattak, ők főleg környezetneveléssel foglalkoznak. Igen, természetesen, hiszen a magyar szokásrendszer, ünneprendszerben ott van a szüret, ami máshol nem annyira jellemző, és az óvodában nem viszik be.
itt, amikor bemutattuk nekik első napon a jó gyakorlatunkat, ezt nagyon-nagyon élvezték, nagyon tetszett nekik. Vagy a közös tök jó nap, amikor tevékenykedtünk, egy kerek egész napot mutattunk nekik, ez sem jellemző, tehát ők nem komplexen dolgoznak a gyerekekkel. És ez is nagyon tetszett nekik, hogy együtt tevékenykedünk, együtt játszunk, körjátékozunk, énekelünk, és a végén együtt vidáman mulatozva zárjuk le az egész tervet, egész napi tervet. Kedves óvónéni, végére jöttünk a beszélgetésnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és természetesen sok sikert kívánok személy szerint önnek is, illetve az intézménynek is a továbbiakban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy megkerestetek, és köszönöm a gratulációt, és még egyszer nagyon köszönöm az intézmény minden dolgozójának, hogy velem együtt dolgozik, velem együtt tesz ezért a szép intézményért, és örülök, hogy itt lehetek, itt dolgozhatok még. És olyan jó, hogy gyerekek között vagyok, mert a 42 év ellenére nem érzem a koromat. Mert a gyerekeknek fiatalítanak. Így van, igen. Köszönöm szépen.